A tanárok fizetésének emelése szükséges, ám a pedagógus életpálya modell jelenlegi formájában rosszul tölti be ezt a szerepet, állítja az MSZP. A szocialisták szerint a magasan képzett tanároknak lényegében nem emelkedik a fizetése, és azok sem járnak jól, akiknek korábban sok túlórájuk volt, e pótlékokat ugyanis beépítették a fizetésemelésekbe. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának számítása szerint a most bevezetett új rendszerben 160 ezer pedagógusnak átlagosan 34%-kal nő a fizetése. A stúdió vendégei pedig ebben az új díszletben Kunhalmi Ágnes, az MSZP oktatáspolitikusa és Mihály József, a KDNP oktatáspolitikusa. Jó reggelt kívánok, kezét csókolom. Ágnes, mi a baj ezzel az oktatási koncepcióval, pedagógus életpálya modellel, ami beindult? Emelkedett a fizetés, nagyon pontosan nyomon követhető majd, hogy hogyan fejlődik egy-egy pedagógusnak az életpályája, azt is tudjuk, hogy a politikusoknak hogyan fejlődik. Tehát ezek után végre egy nyomon követhető rendszerben indult el valami a magyar közoktatásban vagy köznevelésben. Megkapták az első 34%-os fizetésüket a Fidesz kormánytól a pedagógusok. Nagyon keserű a szájíze minden pedagógusnak. Ez nem az a bér, amit ők annó korábban megígértek. Ez az egyik problémánk. A másik, hogy a belső elosztási rendszere mérhetetlenül igazságtalan. A harmadik problémánk pedig azzal van, hogy valójában itt akkora munkaterheket tettek a pedagógusok nyakára, és egy ilyen centrális rendszerben olyan új állami központosított rendszert hoztak létre, hogy gyakorlatilag itt nem történik más, mint a plusz munkát kifizetik nekik túlórában. Képviselő úr? Honnan kellene kezdenünk, hogy a pedagógus életpálya modell az nem a fizetésről szól csak. Az a negyedik eleme. Szól egyszer arról, hogy a munkaidőt átrendeztük az iskolákban. Szól arról, hogy egy új minősítési rendszert vezetünk be a pedagógusok életében, és szól arról, hogy a tanfelügyeletet be kell vezetni az iskolákba, vagyis hogy ellenőrizzük is azt a munkát, amit eddig legfeljebb az igazgató ellenőrzött. És a negyedik része az a pedagógus életpályának a béremelés. Én csodálkozom azon, amit mond Ágnes asszony, mert azt gondolom, hogy nagyon sok pedagógus nem ért vele egyet. A hétvégén volt valami tüntetésféle, és ott a híradások szerint több százan jelentek meg. Jelzem a nézőknek, hogy 160 ezer pedagógusnak változott a fizetése. Most csak, hogy néhány konkrét adatot is mondjak, elhoztam. Például a tatai, hogy egészen konkrét helyről beszéljünk, tatai óvodáknak, a munkatársainak a bérváltozását. 54 alkalmazottja van, pedagógus alkalmazottja van az óvodáinknak. Ezek közül 3-an 100 ezer forint fölött, 6-an 90 ezer forint fölött, 23-an 80 ezer forint fölött, 13-an 70 ezer forint fölött, 7-en 60 ezer forint, és a legkisebbnek is 49.800 forinttal emelkedett a bruttó bére. Nagyon szívesen megmutatom, nincsenek rajta nevek, leellenőrizhető. Ez azt jelenti, hogy mindaz, amit önök állítanak, az hazugság, és a pedagógusoknak egy olyan fajta befolyásolását próbálják meg, amiben össze akarják ugrasztani őket a szülőkkel, a választókkal. Én ezt egy fölháborító dolognak tartom. Azt gondolom, hogy le kellene szállni erről a pályáról. Természetesen mindig lehet mondani egy forinttal magasabb összeget, akkor, amikor valamilyen béremelésről van szó. Azt kéne megnézni, hogy mondjuk önök a 8 esztendő alatt egyszer emeltek bért a pedagógusoknak, azt Megyesi Péter tette meg a Fidesz kormány által összespórolt pénzből. Nem így van. Így van, és az egy nem átlag 34%-os volt, hanem átlag 50%-os béremelés volt, és inflációval egészen a válságig folyamatosan emeltük, miközben önök egyébként befagyasztották 2010 óta. Számháborúzni lehet, kell is. Egyébként még azt is el kellene önnek mondania, hogy a kezdő pedagógusoknak emelkedett erőteljesebben a bére, amivel nincs is baj. Itt a probléma azzal van, hogy a pedagógus társadalom derékhadát vágták keresztbe, és azoknak a rovására, azoknak a
terhére. Épp tegnap kaptam egy levelet, ahol elmondja egy kezdő pedagógus hölgy, aki 5. vagy 6. éve tanít a pályán, az édesanyja pedig az utolsó harmadát tölti a pedagógus pályán, miközben neki 30 000 forinttal bruttóban emelkedett a bére, addig az édesanyjai 20 000-rel csökkent. És azt mondja, nem tudja, hogy most az egyik szeme sírjon vagy nevessen. Pontosan itt van a kutya elásva. A probléma azzal van, hogy pontosan azoknak a bére csökkent leginkább, vagy nem emelkedett jó, ha kijöttek nullára a belső terhek megemelésével és a mindenféle pótlék és egyéb juttatás elvételével, akik a derékhadát alkotják a pedagógus, a mindenkori pedagógus társadalomnak, akiknek nagyon sok szakvizsgájuk van, nagyon sok plusz teljesítményük van, minőségi munkát végeznek évtizedek óta, már tudják, hogy mi működik, mi nem, és pont az ő rovásukra emelték meg a kezdőknek a fizetését. Ugyanis kiszedtek a rendszerből pénzt, és amit most visszaadnak, az nem fedezi azt, amit egyébként az államosítással kivettek. A tüntetésről meg csak annyit szeretnék elmondani, hogy egy olyan centrális, központosított rendszerben, amit önök létrehoztak, ahol végső soron kötelező kamarai tagságba erőltetnek a pedagógusokra, és mindenféle kódexeket helyeznek kilátásba, nem fog kimenni a pedagógus közalkalmazott Magyarországon az utcára, mert egyrészt magas munkakultúrával bír a pedagógus, másrészt meg egyszerűen fél. És tudja, amikor a fizetési átcsarulásukat aláíratták önök, akkor aláíratták velük azt is, hogy kötelező kamarai tagság kell. Hát, tudja, ebben csak az a nagyon visszataszító, hogy miért kell kötelezővé tenni ezt? Önök sem bíznak ez szerint abban, hogy ebbe a kamarába egyébként tömegével belépnének a pedagógusok? Valójában ez nem egy vonzó, kreatív, innovatív, szakmai alapon alulról szerveződő és a pedagógus társadalom által igényelt kamara, hanem egyébként egy túlságosan központosított centrális rendszerben a retorziónak az egyik színterepe lesz. Hát olyan fantasztikus dolgokat tetszik itt mondani, hogy holnap minden pedagógus fölmondja szerintem az állását, mert most nem merik megvenni, rettenetesen megrendült. Egy előnyünk van, hogy ezt most már pedagógusok nem tudják nézni ezt a műsort, mert ott vannak az iskolában. Ez az ön szerencséje. Ezen mondjuk majd vitatkozhatunk, hogy kinek a szerencse. Én azt gondolom, hogy az a munka, amit a pedagógusok végeznek, annak végre elérkezett az az időszaka is, amikor elérkezhettünk a pedagógusok béremeléséhez is. Ezt vitatni, hogy emelkedett a pedagógusok bére, elég nehéz, hiszen az idei költségvetésben 32 milliárd forinttal van több, következő évben pedig 150 milliárd forinttal van több a pedagógusok számára. A 160 ezer ember 150 milliárd forinttal többet kap a következő esztendőben, és ebben már benne van az is, hogy szeptembertől újabb az eredeti 100%-nak egy újabb 10%-ával emelkedik a bérük. Ezzel szemben, és ez mellett azt lehet még elmondani, hogy az a pedagógus kamara, ami létrejön, ez pontosan a pedagógusok érdekének a védelmében van, hiszen elértük végre azt, hogy minden pedagógus részese lehet annak a fejlesztő, közösen gondolkodó munkának, amelyben eddig is benne volt, ha akart, közvetlenül is beleléphetett. Most mindenki kifejtheti a véleményét, ezt segíti nagyban. Amit önök eddig is nagyon nagyban meghallgattak természetesen. Pontosan meghallgattuk, ezért sikerült egy mondatot, sajnos lejárt az időnk. Igen, egy mondat. Akkor egy mondat. Azt kell megérteni, hogy minden egyes eleme, akár a béremelés, akár a kamara, akár az egyen tankönyv, akár az állam, minden egy központi centrális rendszerben értelmezhető, ezáltal egyébként a retorzióra minden egyes elem külön-külön alkalmazható. És a kezdő pedagógusokra hagyd mondjak valamit, mert én azt vártam egyébként, hogy ön majd azt fogja mondani, hogy ez volt a céljuk, hogy őket megemeljék. De nem fognak egy olyan rendszerbe vonzóan belépni, ahol csak a bér nagyobb, de minden uniformizált, és minden kötelező, és a kreativitásnak nyoma sincs. Körülbelül 3 éve beszélgetünk így a televízióban és egyéb médiában, mindig riogat, és mindig csak ijeszgeti a pedagógusokat, az élet pedig szépen megy előre, a pedagógusok pedig köszönik, jól érzik. És legközelebb 14-en szavaznak. Konhalmi Ágnes, Mitfül József, köszönjük szépen. Köszönjük, gratulálunk az új díszlethez. Köszönjük szépen. Igazán szép.